reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai reggeli közös gondolkodásunkat azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mi kit ismerünk jobban, magunkat vagy másokat. De úgy is kérdezhetném, hogy kit vélünk jobban ismerni, másokat vagy pedig magunkat. Annyira könnyen kimondjuk egy emberről, hogy ez ilyen vagy olyan. Figyeljük meg, hogy hányszor alkotunk véleményt, valakit látunk valahogy megnyilvánulni, és már is tudni véljük, hogy ez az ember ilyen vagy olyan. De vajon magunkról alkotunk-e véleményt? Vajon magunkat hogy képzeljük el? Foglalkozunk-e egyáltalán ezzel a kérdéssel, hogy mi tulajdonképpen milyenek is vagyunk? Olyan sokszor, amikor egy emberről gondolkodunk, vagy saját magunkra gondolunk, akkor mi egy embert vagy magunkat úgy határozzuk meg, hogy milyenek a cselekedetek. A Biblia figyelmeztet arról, Jézus egy történetben figyelmeztet bennünket arra, hogy vigyázzunk, mert önmagában az, hogy valakinek a cselekedetei milyenek, még nem mondják el igazából azt, hogy milyen is valójában az az ember. Nézzük meg ezt a történetet, amit Jézus elmond, Lukács evangélium a 18. fejezetének a 10-től 14-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában: Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mind, mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, azaz dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét mondván: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom néktek, ez, mármint a vámszedő, megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mármint a farizeus. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nézzük meg ezt a két embert. A farizeus kiértékelte magát, és megállapította magáról, hogy ő milyen jó. És milyen alapon állította ezt magáról, vagy gondolta magáról? Hogy ő nem cselekszik olyan látványos bűnöket, mint az a mellette levő vámszedő, és ráadásul jó cselekedeteket cselekszik, önmegtagadó cselekedeteket cselekszik. Tehát kész volt a véleménye önmagáról, hogy ő tényleg egy jó ember. De nézzük meg, hogy az ige mit mond egy emberről az Isten szemében. Milyen egy ember? A tettei mondják el csak önmagában, hogy egy ember milyen? Nem, az ige arról beszél, hogy az Isten sohasem a tettet, a cselekedetet önmagában nézi, hanem mindig nézi a mögötte levő indítékot, nézi az ember szíve érzéseit, állapotát, a motivációt, miből fakadt egy-egy cselekedet. De gondoljuk végig azt, hogy valóban hogy is van ez ebben az életben, hogy mi hányszor cselekszünk olyan dolgokat, és hányszor van a kísértés, hogy az ember olyan dolgot formából cselekedjen meg, megcselekszik valami jót, de valami érdek fűződik hozzá. Vagy hasznot akarunk húzni valamiből, előnyt akarunk szerezni egy-egy kedves cselekedetből, hogy a másiknál esetleg majd valami jót, vagy a másiktól valami jót fogunk ezért kapni, valamit viszont várunk, vagy dicsőségvágyból, hogy az emberek lássanak bennünket, hogy mi milyen kiváló emberek vagyunk. Rengetegféle indító oka lehet egy-egy cselekedetnek,
Ha belegondolunk abba, hogy Pál apostol mit mondott a szeretet himnuszában, hogy kezdi Pál apostol a szeretet himnuszát? Felsorol hatalmas jó cselekedeteket. Ha a vagyonomat mind felétetem, a testemet tűzre adom. Tehát tényleg hatalmas dolgokat sorol fel. De mit mond? Ha szeretet nincs bennem, akkor semmit nem ér, semmi hasznom nincs abból. Igen, Isten mindig a tettet, a cselekedetet a mögötte levő indítékkal együtt nézi. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már a saját cselekedeteinken, bizonyos szavainkon, emberekkel való bánásmódunkban, megnyilvánulásunkban, hogy vajon ugyanígy szólnánk, ugyanígy cselekednénk, hogyha azt senki nem látná? Igen, a Biblia egyértelműen mondja, hogy a cselekedet önmagában még nem mérvadó, hanem az Isten a szívet nézi, milyen szívből származik, milyen indítékból származik egy-egy cselekedet. A vámszedő pontosan tudta, hogy ő milyen bűnös ember. Ő pontosan tudta, hogy mennyire méltatlan az Isten kegyelmére, semmi érdeme nincs. Azt mondja az ige, Jézus azt mondja, hogy még a szemét sem merte az égre emelni. És Jézus mit mondott? Az az ember, aki még a szemét sem merte az égre emelni, mert érezte a saját gyarlóságát, bűnösségét, gyengeségét, az az ember megigazulva ment alá, azaz elnyerte a bűnei bocsánatát, irgalomért könyörgött, és irgalmat, kegyelmet nyert. De aki magát jónak tartotta, az Isten egészen másképp ítélte meg az ő életét. A cselekedeteinket bizonyos értelemben és bizonyos mértékig akarat erővel próbálhatjuk igazítani, idomítani ehhez, ahhoz, az élethelyzetekhez, bármihez. Tudunk bizonyos értelemben akarat erővel bizonyos dolgokat megcselekedni. De ha az ember igazából megvizsgálja önmagát, akkor rájövünk arra, hogy ezek külső cselekedetek, a szívünket megváltoztatni magunktól nem tudjuk. És éppen ezért, amikor Dávid egy olyan bűnbe esett, amiről nyilván nem is gondolta magáról, hogy ő ilyet el fog követni, beleesik hatalmas bűnökbe, és amikor rádöbben, hogy igazából mi is van ő benne, akkor egy annyira megindító kéréssel fordul az Istenhez, és ez a kérés így hangzik az 51. Zsoltár 12. versében. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Igen, én azt kívánom ezen a mai reggelen, hogy mi is kérjük az Istent, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk, hogy egy megtisztult szívből igazából önzetlen és jó cselekedetek tudjanak fakadni.